A mindenki által jól ismert kétszínű 100 forintos érmék 1994 óta vannak forgalomban, azóta szinte semmilyen változtatáson nem esett át a fizetőeszköz egészen idáig. A következő hónaptól ugyanis új érmékkel találkozhatunk, melyek látványra ugyan alig, összetételében azonban gyökeresen megváltoznak. A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint az új alapanyagú érmék a készpénzforgalmi igényekhez igazodva fokozatosan terjednek majd el. Ennek elősegítése érdekében a jegybank a jövőben már kizárólag új alapanyagú 100 forintos érméket hoz forgalomba, azonban határozatlan ideig még a régiek is használatban maradnak. Azok az érmék, azok a 100 forintos érmék, amiket még a mai napig is használunk, azok most már évtizedes múlttal rendelkeznek, és ugyan a kibocsátásukkor nagyon korszerűnek voltak tekinthetőek, különös tekintettel arra, hogy úgynevezett bicolor érmék, tehát két színű érmék, a külső gyűrű és az a belső kör alakú mag eltérő színű volt. Ugyanakkor az anyaguk, az alapanyaguk ezeknek az érméknek ma már nem a legkorszerűbbek közé tartozik. Egyrészt a bekerülési költsége is az alapanyagnak meglehetősen magas. Másrészt ma már a korszerű automaták azért olyan magas követelményeket támasztanak az érmékkel szembe, amelyek indokolták azt, hogy változtassunk az alapanyagon. A megjelenésüket tekintve ugyanolyanok, mint az eddig használt 100 forintos érmék, a különbség kétféle a régi és az új változatú 100 forintos között, csak az alapanyagukban van. Az új érmék azok korszerűbb és egyrészt olcsóbb alapanyagukból állnak. A Magyar Nemzeti Bank már évek óta két lépcsős rendszerben vezeti be az új címleteket, így például az új 100 forintos esetében is már tavaly októberben megtörtént a jogi kibocsátás. A gyártás és a gyakorlati forgalomba hozatal közötti időszak legfontosabb feladata, hogy az automatákat felkészítsék az új típusú érmék befogadására. Pataki Tibor ezzel kapcsolatban elmondta, az eredeti tervek szerint már májusban találkozhattunk volna új 100 forintosokkal, a járványhelyzet miatt azonban a gépek átalakítása késlekedett, ezért döntöttek a bevezetés késleltetésén.